Hármas szabály. A maga nemében páratlan. Jaj, de nagyon örvendünk annak, amikor megint kiderül, hogy megint baj van. Pontosabban pénzekkel van baj, már megint. Méghozzá nem azért, mert valaki, akinek járt volna, rosszul csinált volna valamit, hanem azért, mert úgy bennünket alanyi jón átvernek. Tegnap nem olyan rég beszéltünk mindenféle ilyen programokról, ahol te befektet valamibe, azt majd visszakapod a pénzt. Ez régebb így volt zöld hátprogramban, most mindenféle rocs programoknál is jó eséllyel, ez lesz az elszámolási módszer. Még korábban a Caritasnál. Igen, pontosan, arra a piramis játékra gondolsz? Arra. Igen, no, még van egy egész piramis lakónegyed, ott valahol azt hiszem Radnóton, pirosban vannak a házak. Mindenki azt remélte, hogy a következő szorzónál, amit a Caritas piramis játékból visszakap, majd meg is építi. No, miért beszélek arról, így jártak a gazdák is, csak az baj, hogy náluk nem egészen ilyen egyszerű, ők nem lottózni és nem szerencsejátékozni akartak, hanem járt volna egyfajta kártérítés igazából, és úgy néz ki, hogy a papírmunka és a papírtologatás nálunk annyira átkos dolog, hogy amikor tényleg konkrét pénzügyi veszteséggel járna, akkor se lehet rendesen elvégezni. Nem, mert valahol valakik valami dokumentumokat nem tologattak a megfelelő helyre, illetve nem adták le. Mi ez, asszályossági pótlék, vagy minek nevezik ezt? Szóval vannak szegény gazdák, akik jól megszítták az asszályos időszakot, és egész komoly területeken, ugye, hát maradjunk annyiba, hogy a termelés idén nem volt olyan, mint kellett volna, és akkor elméletileg jár egyfajta ilyen jó kis pénzösszeg, ennek kompenzálása véget az állam részéről, feltéve, ha mindenki jól elvégzi a dolgát. Ez van, ez az aranyköpés, tudjátok, hogy csinálj valamit, vagy ha csinálsz valamit, akkor azt csinál, de rendesen. Az a baj, hogy ebben az országban olyan kevesen ismerik ezt a mondandót, hogy hihetetlen, és akkor ilyen következményei vannak, hogy valóban néhány, bocsásd, világ aktatologató hibájából, vagy inkompetenciájából eljutunk oda, hogy sok-sok gazda nem kap sok-sok pénzt. Azt a legyet le kéne ütni. Igen, nagyon. Igen, itt van Döglégy a stúdióban. Endre, meg tud csinálni. Gyorsan. Honnan a manóból? Ja, Istenem. Igen. Bence körülbelül, mint amikor én tanultam úszni. Kincső mondott az előbb egy dolgot, azt mondta, jó kis pénz. Az a baj, még csak nem is jó kis pénz, hanem az a minimális pénz, ami ilyen szemkiszúrás, még azt sem. Na de miért is? Mi történt? Az történt, hogy egyes emberek, akik űrlapokat kell kitöltsenek, konkrétan funkcionális analfabéták. Tehát ez eddig látjuk, megvan. Bocsánat. Óvakodunk az általánosítástól, mondtam, de jelen esetben tény, hogy rajtuk múlott a dolog. Tehát a kettesek nem, de az egyesek biztos, hogy igen, mert hogy az aszálykárok felmérésével foglalkozó szakemberek ugye sok esetben rosszul töltötték ki a papírokat. Tehát így egyszerűen nem mentek át a listán, amikor kellett volna, vannak azok van a legfontosabb hivatali pecsét, a legnagyobb, és a legvégén döndül. Rajta egy iratcsomó. Na azt, aki rá kell tegye, az megnézi, hogy melyik lublikába, hogy mi nálunk szokás mondani, mégis mi van beírva. Jó, és az az opció megtörtént, kérdem én. Tehát, mert itt van igaziból Romániában a probléma. Egyrészt, hogy van a kontrollszervnek egy kontrollszervnek egy kontrollszerve. Ez a baj is. Mert be kellett rakni valakinek, tudod, a Maria aráját, aki igen. Most mindegy, hogy az unokatestvére, vagy a feleségének az unokatestvére, vagy a nagybátyja a feleségének az unokatestvére. Igen, itt már levegőt kellett venni. A lényeg... Engem az érdekel, hogy ez a szerve az a szerve, amire gondolok ilyenkor. Nem. De olyan szervre szoktak gondolni velük kapcsolatában elég sokan ilyenkor. Az van, hogy itt ilyenkor azt tehetné a szerv, hogy visszaküld, gyerekek, írjátok már át, mert ebbe a sorba nem ez kell jöjjön. Hát vagy egyáltalán töltsétek ki a rublikát, mert ugye jelen esetben nagyon sok helyen az történt, hogy konkrétan mondjuk a területre vonatkozó mértékeket nem jelölték. Magyarán azt, hogy mekkora területre vonatkozik az a bizonyos igénylés, amit támogatás szintjén le kellene adni. Hát akkor csodálkozunk, hogy nem mondja meg valaki, hogy megfelelő mennyiségben mekkora területről van szó, és akkor csodálkozunk, hogy szegény gazda nem kap semmit. De úgy ráadásul, hogy ezek a támogatások, ezek terület alap támogatások. Minden mezőgazdasági támogatás az alapkritérium, hogy benne kell legyen egy kitöltött dokumentumban. Nem mindegy, hogy valakinek egy 2 négyzetméternyi vagy 15 hektárnyi kukoricása ment tönkre a szárazság miatt. És persze itt megint felmerülnek a kérdések. Ha már ennyire véletlenül sem sikerül jól kitölteni a számadatokat, területet jelző számadatot mezőgazdasági űrlapban nem sikerül kitölteni, akkor vajon nem-e voltak, vagy nem-e történhettek esetleg visszaélések? De. Hogy mondjuk Jikhunak például, akinek volt egy takarónyi, vagy nem egészen mondjuk egy párnahuzatnyi répása, nem egy hirtelen EU-s támogatott repcéje ment kárba a 45 ezer hektárra. Jaj, hogy papíron. Elírták volna? Vagy? Felírták volna az elírásban.
Jaj, hát te szerintem, hogyha lesz ennek komolyabb következménye, már pedig reméljük, hogy lesz komolyabb következménye, akkor többek közt az ilyen típusú sumákolások is reméljük, hogy ki fognak derülni. Most ugye ott tart az egész történet, hogy a gazdák teljesen jogosan hőbörögnek, a szó legjobb értelmében, és egyébként próbálnak valamilyen hatást gyakorolni a mezőgazdasági minisztériumra, hogy gondolják újra ezt az egész procedúrát, illetve hát, hogy büntessék meg az illetékeseket. Én nagyon rettenetesen nagyon kíváncsi vagyok, hogy meg lesznek-e büntetve, vagy valamilyen módon számon lesznek-e kérve azok az úri emberek, hölgyek, akik tényleg itt szemmel láthatóan tévedtek. Kincsőnek azt hiszem, hogy jó irányba megy a gondolata. Hát Petre Dáját ismerve igen. Sőt, ahogy Dáját ismerem, még az akasztófa is előkerülhet a fiókból. Nézd, a támogatásokkal mindig az a probléma, hogy eleve, bocsánat, a kártalanításokkal kérdezd meg, mit tudom én, mondjuk egy erdővidéki gazdát, hogy a vadkártalanítás az mennyire működött. Ott azért azt hiszem, hogy egészen tudnák emlegetni a nagyobb szent felhozatalt, és azt is, hogy mit csináljanak a hivatalnokok velük. Tehát, hogy ott azért nagyon el vagyunk akadva. Na most az van, hogy ezek relatív egyszerű eljárások kellene legyenek, és valahogy az Istennek nem akarjuk megérteni, hogy az Unió például, most nem tudom, hogy uniós alapból történik-e, vagy hazai alapból, de hogy nem kér ennyi dolgot. Tehát amikor mondjuk egy uniós pályázatból nálunk 64 kritériumnak kell megfelelni, vagy 64 dolgot kérnek, abból valószínűleg az Unió maga kért 8-at. A többi az azért van, mert még át kell menjen egy ilyen kontrollszerven, át kell menjen egy amolyan kontrollszerven, egy olyan papírt, tehát egyébként mondjátok azt, hogyha oké, elírták, nem lehetne kijavítani azt nyamvat papírt. De hogy nem lehetne kijavítani? Hát persze, tehát igen, kellene tölteni a rublikákat, kezét csókolom. De. Valószínű, hogy ezt is fedi az, amikor ugye azt írják a főteres kollégák is, hogy kérik a gazdák újra gondolni az egész procedúrát. Ergo, ez az én olvasatomban egyenesen arányos azzal, hogy azokat a bizonyos rublikákat bizonyos mértékekkel kifogják és számadatokkal tölteni. Remélem, mondom igen, még egyszer. Csak közben pörögnek határidők, meg stb., mert minden ilyen dolognak ugye van egy másik. Tehát annyira ki van ezt találva, hogy amikor az állam önmaga a dolgát nem végzi el, van egy másik állami határozat, ami miatt aztán végképp nem lehet megcsinálni sem. Mert hányszor látom már olyan dolgot, hogy valami mondjuk állami intézményi totojázás, milyen jó, ez a totojázás, ez jó kifejezés. Állami... Nekem van egy jobb kifejezésem, csak nem rádióban. Nekem is lenne hitelkincső. A totojátor, állami totojátor. A főállami totojátorok eltotojázták a totojázni valót, és éppen ezért közben jött és csatant egy másik határidő, ami annyira szent volt, és annyira márványba volt vésve, hogy nem lehetett hozzányúlni több is. Én óvatosan kérdezem, hogy nem pont azt kellene, hogy hozzányúlni ehhez a határidőhöz? Tehát kezét csókolom, kész tornógátá, befagyasztjuk az egész sztorit, vagy már ott tartunk, hogy egy csomó helyre kiutalták a pénzeket? Azt nem elfogyott tudom, a keretre? Ezt akarom megnézni, mert közben van ez az érdekvédelmi szervezete a gazdáknak, ez a nagyon jó, ez a két F-es, ez a Forza Fermieriról. Ez a román kifejezés. Na ez a farmerek ereje, milyen bután hangzik magyarul. Na mindegy is. És tehát ez néz ki, a friss farmer, frissen mosott farmer, ami olyan keményű megáll a lábán. Vagy a gyergyói fagyban, mikor hazaértél a diszkóból, és reggelre meg vagy fagyva. Jó, a farmer ereje, tehát azt mondja, hogy azért nem kaptak meg a segít, mert rosszul voltak ugye kitöltve a dolgok, de arról nem beszélnek, és arról nem szól a fáma sehol sem, hogyan lehet újra megpróbálkozni ezzel a dologgal. Nekem van egy következő kérdésem. Miért volt rosszul kitöltve? Az a történet áll le. Csak nem számonkérésről beszélsz, Bence. Én határozottan számonkérésről. Az a történet áll-e fenn, mint amikor bemész te magánemberként a pénzügyre, és azt mondják, hogy a pénzügyi azonosító számodat vedd elő, és akkor körülbelül a kutya, amikor itt ott így oldalra böllenti a fejét, és próbálja értelmezni a helyet, pislogsz, aztán kiderül, hogy ez az ősi székely szóval a csenepédet kérik. Tehát, hogy az van-e vajon ebben a helyzetben is, hogy sikerült úgy megfogalmazni, hogy semmire nem jó a megfogalmazás, hogy ne értse a másik. Itt nem az embereken múlott ez a történet, hogy konkrétan a gazdákon, ha nem hadd idézem akkor szó szerint, mert ilyen boldozott vastag risszel írják a főteres kollégák. Szóval közel 10 000 gazda azért nem kaphatja meg a segélyt, mert a megyei mezőgazdasági igazgatóságok kárfelméréssel foglalkozó hivatalnokai egyszerűen rosszul állították össze a dokumentumokat. Sok esetben elfelejtették feltüntetni, hogy az adott területen milyen arányban sújtotta az asszály, már pedig ugye az egyik legfontosabb adatról beszélünk, stb. Olvassátok el egyébként a főteres kollégák cikkét. Tehát bemegy Józsi bácsi. Azt mondja, van nekem cukorjépa. Van nekem cukorjépa 33 hektáj, és megnézik, és kitöltik, és véletlenül az lesz benne, hogy a 33-ból nem lehet tudni. Ott írnak, hogy és ebből mennyi, ami kiszáradt, vagy amivel baj lett, nem lehet tudni. Akkor milyen alapon adjanak pénzt? Mert átkerül a papír a gazdasági osztályra, ahol összegben, pénzben kifejezve meg kéne mondják, hogy ez akkor mekkora kárt is jelent.
Én őszintén azt gondolom, hogy ezt firtatni, hogy akkor ki mekkorát tévedett, milyen rublikát nem töltött ki, és hogy hol úszott el ez az egész történet, ez totál fölösleges, mert itt egyértelmű és evidens most már, hogy kezét csokkolom. Hogy mondtad? Totojázás. Igen, hatalmas totojázás közepette. A totojázók, a bizonyos totojázó hivatalokban nem végezték el a dolgukat. Ennek ez lett a következménye. Számomra sokkal izgalmasabb kérdés, mondom azt, hogy mi fog ezután következni. Ergo, amikor az FFF-ek jogosan lázongnak ugye a megtörtént helyzet kapcsán, és azt kérik, hogy induljon, vagy kezdjék újra, vagy vizsgálják felül az egész procedúrát, akkor ez ténylegesen meg fog-e történni, illetve még izgalmasabb kérdés, tudjátok, hogy 2022-ben Románia jelen minden nemű körülmények között az a helyzete, ahol, és az az állapot-e, ahol ténylegesen egy ilyen lépést meg lehet csinálni, hogy azt mondja valaki, hogy igen, bocsi, tényleg tévedtünk, sztornom mindent vissza, Erdélyt vissza, illetve azt nem mondják soha, de hogy igen, mindent vissza. De te azért mondjad, mert olyan jól esik ugye, hallani. Ugye, főleg az én számból, amit én artikulálom. Nem, én ilyen jó kis erdélyi térképet hoztam magammal. Én egyszer láttam Kincsőnek a hátát, mert valami nagyon hátatlan tomor jött. Tetszik a turul? Igen, most alatta a Nagy Magyarország, az nagyon kellett. Tehát ott a pont jól van. Amúgy az a durva, hogy ez pont nem a Székely megyékre jellemző, mert nálunk a mezőgazdasági igazgatóságok azok tisztességesen működnek, viszont azt tudjuk, hogy másút meg nem mindenütt van így, vagy nem tökéletes a munka, maradjunk ebben. Nyilván, hogy itt azért változik helyszínenként, meg hát nyilván a szakemberek hozzáértésén, és ami nem utolsó, és nehogy csak a mezőgazdasági igazgatóságokról beszélünk, hozzáállásán tud múlni. Mert nézzétek meg azt az állami apparátust, ahova bemész, és úgy állnak mellé, hogy na jó, akkor segítünk az embernek, és van az, ahol tudod, van valamilyen, én ezt ilyen posztszocialista megközelítésnek értelmezem, amikor a másik elmagyarázza, hogy miért nem lehet, amit te akarsz, holott igaziból arról van szó, hogy ő túl lusta megcsinálni. Ja, igen, ez a Nusepuate országa, igen, ez a miénk, tehát valami hihetetlen sok szempontból, és bocsánat, hogy most én általánosítok, de tényleg, tehát bármelyik minisztériumról, bármelyik államhivatalról, kis vagy nagy ügyintézés terén, ez a Nusepuate, ebbe bele lehet pusztulni. Feredezni tudnánk benne rendesen. Igen, még vannak egyébként, főleg, hogyha lemegyünk az ország délebbi és délkeleti vidékeire, vannak olyan tulajdonjogi, hát nem rendezett tulajdonjogi helyzetek, ami a termőföldeket illeti. Nálunk is van egy. Tessék, hol délebre? Én teli vagyok, nyakig vagyunk itt a környén. Én jártam bent olyan helyzetben, önkormányzati irodában, amikor éppen próbálták azt kideríteni, hogy akkor ezt kiörökölte kitől akkor, amikor nem volt elvégezve a hagyaték, és 10 éve már egy cég dolgozik rajta, úgyhogy közben EU-s támogatást is felvesz érte. Hát persze. És volt két ekkora paksaméta, és amikor visszamentem rá egy hétre, a két paksaméta még magasabb volt. És ez mind így. Én mondok nektek szebbet. Ugye itt van az, ez például ugye, hát leginkább Székelyföldre jellemző, hogy van valakinek valamennyi erdeje, amit visszaadtak neki jogerősen. Mármint az asszonynak, de igen. Igen, és akkor... Jaj, csak jelentkeztél. Van a következő, hát figyelj, az már családi. Te, borzsúj cserépedény, te. De azért szeretünk. Figyelj. Szóval az asszonynak van sok erdeje. Ez annyira szép volt, hogy nem is haragszunk. Igen, szóval a helyzet az, hogy nagyon jó, és akkor ott van egy törvény, ami szerint a romszilva ezt vissza kéne adja, de nem adja. Tehát, hogy itt most éppen ezen boxolnak Bukarestbe, tudom ennek a törvénynek egy kicsit a hátterét. Hát maradjunk abban, hogy az igazgatóság nem jön, de a hivatalnokok igen, akik tudod az ilyen, hogy de rossz helyre van kitéve a pont. Na hát körülbelül ez Románia, amikor tényleg belekötünk az élő fába, és csak nehogy el kelljen végezni a munkát. Persze tudjuk, hogy a romszilva átlagosan, országosan az, hát nem az én szavaim, csak idézem, aki azt mondták, hogy azért a maffia az elbújhat mellettük. Nekünk az, bocsánat, kicsit, az egyik utcabeli, falubeli, nagyszülőknél utcabeli szomszéd volt a legjobb, hogy nem adták vissza az erdőt, és mindenki tudta, hogy az övéké volt már generációk óta, és ő azzal az, hogy azt mondja, hogy nem baj, holnap délután kimegyek a bükkösbe, megállok a tisztáson, és úgy is tudom, hogy az ennyi. Hát igen, az csak... a baj, hogy annyi ilyen mentalitással találkozunk, tehát nálunk például a környéken valamiért teleghatárok így kerültek 3-4-6 méterrel elrébb s odébb. Ugye például nem tudom, konkrétan nem feltétlen erdő, hanem kaszáló kapcsát, tehát úgy nézed, hogy a kaszálógép pluszban még mennyit szedett le ahhoz képest. Az a helyzet, vagy abszolút nem értek hozzá, félre ne értsetek, de amit látok akár a közvetlen környezetemben is, hogy óriási gondok vannak így a telekpapírok és letisztázások szempontjából, tehát olyan helyzetekről tudok, ahhoz harmadik, talán negyedik generációnál tartunk, és akkor számoljuk vissza, hogy hányadik unoka, ükunoka esetéről beszélünk, aki vissza kellene bogozza, hogy papíron és jogilag hová és miként tartanak a különböző telkek. Mondok rosszabbat. Ez Erdély, európai rész, ugye? Hegyentúl nem volt telekkönyv.
Nem bizony. Tehát, hogy ott mi van? Tehát ott olyan panamázás zajlott. Még mindig bolyásság van. Még mindig? Hát egyébként igen, tehát hogy a mentalitás és a helyi baroszáni viselkedés az szerintem egy az egybe a bolyásságnak egy, úgy tudod, az önáltalunk kitermelt fanarióta rendszernek a meghonosodását. Jelképpen ez az, amire azt szokták mondani, hogy baron lokál. Na körülbelül ez az a kategória. Nem véletlenül, aki jó helyen volt, jó helyre osztotta a földet lehetőleg magának, aztán most próbálják elvenni tőle, csak nem lehet, mert ő valamelyik pártnak a, nem tudom, a krajovai lovagja. Egyébként a tulajdonjogok megrajzolása papíron, ez is képzeljétek, erre is nagyon sok európai pénz volt, meg országos pályázat volt, minden országos program is volt, éppen ezért az, nálunk például... De most nincs? Milyen? Bocsánat, kérdezem. Nem, ez elvileg most már, amit eddig lejárt? Nem adtak vissza a Száduszpe Ápászünbeteje, ja, hogy az öreg székely mondja. Annyival, hogy nem adnak vissza semmit, ezután viszont nekem meg fogják mondani két hónapon belül, hogy nem a 480-as, hanem a 103-as házszám alatt lakom. Mert újra nézték a falut, megrajzolták, ezért minden nyilatot ki kell majd cserélni, persze. Milyen jó lesz ez majd nekünk? Ez egy másik történet. Hogy de azóta is legalább nagy bulletined lesz, a nagy persze, lepedő, tudom, nem a kicsi. De ez nem a helyi hatóság hibája, hanem ez egy országos program volt, amit elindítottak, és aztán most megérkezettek benne, és mindenki szeretheti. Viszont ide visszatérve erre a dologra is, erre a félre sikerült, nem sikerült aszálykár segély történetre. Ma reggel jön velem szemes, már nem volt időm megosztani veletek, képzeljétek el, Aradon óriási nagy kukorica terméskárt jelentenek, mert megfagyott a termésük. November 20-án fagyott meg. A kukorica termés. És akkor elgondolkoztam, ezek az emberek mennyire kétségbe esettek lehettek, ha azt remélték november végén még, hogy beérik a kukoricájuk. De mert olyan hosszú véneszonyok nyara volt az utóbbi időszakban, hogy lehettek egy icipicit optimisták, meg hát várjuk ki, hogy mit hoz az időjárás, de azért ennyire, tehát hogy kicsit hazárjáték. Én azt mondom, igen, hogy inkább a novemberi jó időre bízták, mint az államra. A elég baj van. Itt tartunk. Egy, kettő, gondoljatok arra, hogy azért, amikor gazdaként arra tippelsz, jó, tényleg ott az Alföldön azért melegebb van, mint nálunk. Nézd már meg valami, Temesváron milyen hőmérséklet van, csak úgy perhet. De hogy tényleg abban bízunk, hogy ugye, amit megénekelt a Guns N' Roses, és a novemberi eső fogja majd eltakarni a kukoricádat, szóval ez már régen rossz. Mit mondanak? Mert tényleg kíváncsi vagyok. Azt mondják, hogy 7 fok van. Hát most már ebben már az órában. Ahhoz képest órában. Nálunk mínusz volt reggel, nem is kicsit, úgyhogy reggel, hát picivel korábban egy olyan másfél órája. Na, tehát, hogy ilyen feltételek mellett én értem, hogy miért gondoltak erre. Ugyanakkor, hogyha én a minisztérium vagyok, nekem novemberben valaki fagykát akar, becsukom a dossziét, megmondom, hogy mamba jötte. De egyébként erre valami keret, korlát, biztos szabályrendszer van, hogy mikor lehet egyáltalán, nem is, hogy mikor szerintem lehet ültetni, fagyban. Meg stb. Ez hát az, de hogy mennyire irreleváns, amikor tényleg egy novemberi fagy kapcsán kezdesz panaszkodni, és mondjuk segít kérni. Nehogy már rinszamosos sapkában karácsony harmadnapján állítsuk be egy hivatalba, hogy kifagyott a repcím. Azért egy kicsit az úgy meredek lenne szerintem, valószínűleg, hogy visszaküldenének rénszarvas terelgetni. Ennek is megvannak a maga rendje, és megvan. Épp ezért van gond, pont amiatt van gond, hogy ezért a példát, amit felhoztam, ezért is történik, amiről szó van, mert hogy igazából itt le kellett volna időben jelenteni a problémát, át kell menjen egy állami regisztratúra, mert mindenféle be kell zabálja a gép, vissza kell köpi a kártérítéseret, és hát ha nincsenek rendesen kitöltve az adatok, akkor most visszamenőleg hogyan megy ki valaki kárt felmérni egy olyan földre, amit már azóta be is szántottak. Mert igazából ki kell menjen egy szakember, meg kell nézze, hogy például november végén Aradon a kukorica mennyire fagyott ki, azt miután már beszecskálták takarmánynak a fagyott dolgot is, ilyen állatmoslékot csináltak belőle, utána nehéz felmérni, hogy tényleg kifagyott-e vagy. Na igen, csak látod, felmerül a kérdés, hogy ez esment, hogy szépen fogalmazunk, kinek a hibája. Mert lehet, hogy az a kár jelentés maga a procedúra elindult annak idején, amikor erre szükség volt, csak van egy félbén a rendszerünk itt az országon belül, aminek ugye az a következménye, hogy mondjuk a kár felmérés maga, tehát a kollégúnak a kiszállása és terepszemléje, az az adminisztratív ügyintézések miatt húzódik el annyira, és akkor megint pat helyzet van, mert mi a manót csinál az a gazda, aki tényleg mondjuk, ha nem is feltétlenül novemberben, de annak idején mondjuk viszonylag normális időkeretben jelezte, hogy nála gond van, vagy gond lesz. És van egy félig működő rendszer, ami képtelen ezt mondjuk időben okosan és helytállóan összehozni. Itt kellene akkor azt csinálni, ugye, hogy az emberünk feltölti, valahova az online-okba, akkor kijön az Inspectorus Maximus,
megnéző, tényleg itt van, és ennek mondjuk van egy törvényes keret, hogy meg kell tegye enni időn belül. Egyébként van egy törvényes keret, hogy meg kell tegye enni időn belül, ahogy ismételten ugye a vadkároknak is van egy törvényes kerete, hogy mennyi időn belül kéne kifizetni. Hát amikor táncos oda került, akkor még valamiket fizettek. Most nem tudom, hogy mi a helyzet, de tudom, hogy előtte olyanok voltak, tehát hogy ilyen a vadkár, amit maximum nem tudom, 3 hónapon belül kellett megkéríteni, az alig volt 3,5 éve ott, és talán még nem is a legrégibbi dossziéről beszélek. Na, hát akkor ilyen szempontból kezét csókolom, tehát mind csodálkozunk. Tehát az a föld, aminek a mezőgazdasági kárát meg kellett na téríteni, mire eljutunk oda, hogy ténylegesen lássunk bele valamit, már 3-szor termett azóta. Azt már nem fogják megtéríteni, még másik, amit te mondtál, ugye, hogy amikor már össze van szecskálva a fagyott kukorica, Rizskát nem lehet megkérdezni, hogy és kukoricás fagyit ettél reggel, vagy rendes rilót? Igen, és igen. Engem az kérdés izgat most, amit mondtam, ez nem egy rossz ötlet, hogy akkor valahogy, mit tudom, lefilmez és feltölti online, hogy legyen valami nyoma, maradéka, fotóz, látható. Igen, az a baj, azt az ország, vagy abban az országban élünk, és azt az időt éljük, ugye, ahol egy biztonsági kamera felvétele, hogyha autózásról és vezetésről van szó, sokszor hoztuk szóba, hogy nem mérvadó döntés helyzetben. Rablásnál se az a baj. Na, tehát, hogy akkor most nem tudom, egy kártérítési ügynél mennyit számítana, ha van egy ilyen pixeles fotód, vagy egy kicsit ködlepte felvételed valahol a felhőbe feltöltve. Na ne félj, mert a magánszektor, mikor kárténíteni kellett, ugye emlékeztek az autókat, azt is megszecskálták, mind a takarmánykukoricát. Na ne félj, gyorsan mozogtak. Mert ha nem, akkor ugye megvan, hogy mennyi időn belül, és akkor ott, ha mennyiben a különböző apróbetűs részek kérvénybe lépnek a biztosításon belül, akkor bizony egészen más összegekről kell beszélni. És ott érdekes, hogy ott lehet dolgozni. Ott nem volt senki analfabéta, és ráadásul még rám is bízták a fényképezést. Igen, az a baj, hogy én nem tudom, nem akarok tényleg csúnya előítéleteket megfogalmazni a saját országunkkal és mindenkori államvezetésünkkel kapcsolatban. De. Na, de mégiscsak. De. Mégiscsak az a helyzet, hogy én akkor, amikor 18 környékén el kellett döntsem, hogy akkor választok-e valami normális szakmát és munkahelyet, vagy elmegyek sajtósnak, színésznek, bármi is, de valami, ami nem hoz pénzt abba az irányba. Szóval akkor én az egyik legfontosabb érvként azt kaptam, emlékszem, anyósom mondta egész pontosan, hogy fiam, valami olyan szakmát válasz, ahol egy jó, amivel egy jó állami munkahelyen el tudsz helyezkedni, mert ha állami munkahelyen elhelyezkedsz, ott nincs az az Isten, hogy téged kipateruljanak, olyan jó szocialista mentalitásként, tudjátok nagyon jól, tehát hogy ugye az életet végig lehet élni és dolgozni. És az a baj, hogy én azóta felnőtt korom X szakaszaiban pláne, de tényleg azt látom, hogy az ilyen kényelmes állami munkahelyek, és bocsánat és tisztelet a kivétel. Fogalmazok úgy, hogy az ilyen kényelmes állami pozíciók tényleg megengedtetik magukkal konkrétan a pozíciót betöltő személyekkel azt, hogy úgy lazán engedjék el a dolgokat, 2 kávé közé maximum egy aláírást be lehessen préselni, vagy hogy tényleg egy akta, az akta kupac legalján heverjen 3,5 éven keresztül. Illetve azt, hogy a rendszer az lassan működjön. Itt inkább ezzel van. Van egy rendszertani probléma is. Én istenig, nyilván vannak az apparátuson belül lusta emberek, akik... Csak a rendszereket meg az emberek működtetik. Igen, tudod, csak tudod azt, hogy központilag szabályoz, és ott kezdődik a probléma, hogy nem lehet azért tett, hogy valamit te odamész és intézel, hanem ezt kaptam egyszer egy ilyen választ, hogy tedd be a folyamba, és akkor gondoltam, hogy nagyon jó, csak hogy ez mára meg kell legyen, tudod, hogy berakjuk, akkor egyik irodából átmegy a másik irodába, a harmadik irodába, kedves hallgatók, menjetek zuhanyozni, amire a végére érek, még mindig ott lesz a dolog, tehát ezzel a tempóval, és azzal a mentalitással, ami, és tényleg az vegye magára, akinek kabátja, de az viszont nagyon, hogy ezzel a mentalitással jól lelassítjuk a probléma megoldást. Igen, és ami legzavaróbb nekem, és itt kell szerintem konkrétan azt kimondani, hogy valahol egy aktakupac tologató aktakukat, aki ezt a dolgot rosszul elvégezte, ezekért a papírokért, ami kárt okozott gazdáknak pénzben, ő felvette a fizetését. Jó, igen. Lelkismeret furdalást nélkül. És itt lehet rendszerről beszélni, és lehet szisztematikai gondokról beszélni, Bence, és lehet azt mondani, hogy úgy rohadt az egész, ahogy van, ki kéne hányni a ganyira, ahogy van, de ettől függetlenül ezek konkrét emberek, konkrét írószerrel vagy laptoppal űrlapot kitölt, betölt a rendszerbe, a másiknak kár lesz belőle, és neki pittyen a fizetése a budgetárkártyáján. Igen, és az a baj, engem az bánt nagyon röviden, még csak egy kicsit ennek kapcsán, hogy szó sincs arról, hogy az emberek
tévedhetnének, mert mi is tévedünk magánszektorban, és nagyon sok ember téved, és egyáltalán csak az nem téved, aki nem dolgozik. Csak hogy ne maradjon az adott tévedés mondjuk következmény nélkül, mert lám, ilyen helyzetben nem egy-két ember, és nem kevés kárt fog mondjuk látni abból, hogy valaki feledékeny és felelőtlen. 0726 71 99 66, ez az SMS vonalunk száma, kérünk szépen hozzászólásokat. Hármas szabály. Hétköznap a Rádió Gagán. A maga nemében páratlan. Tényleg. Szakmai művi hiba miatt, egy űrlap kitöltése miatt kártérítési pénzek hús. Ezt én akár úgy, ha műhiba, apropó. Ha például műhiba történik egy műtőben, akkor jaj, ugye számonkérés is történhet, mert az lehet, hogy úgy tényleg élesbe vág, szó szerint, hogyha lehetne így fogalmazni, és akkor itt már is előkerül az a kérdés, amit pedzegettünk az előbb, hogy kihez forduljak én? Te, én vagyok egy gazda, volt nekem a cukorjépám, nekem kiszáradt nem, mint a kukorica Aradon november végén, tényleg rendesen szezonban, és történik egy ilyen hiba, és nagyon attól függ, hogy a következő mezőgazdasági évemet egyáltalán el tudom-e indítani, ja, még zárójel az árujelben, hogy azért rendesen forgótőkével működik egy mezőgazdasági életmód. Ez azt jelenti, hogy ezeknek az embereknek arra kell pénzük legyen most, vagy ebből a kártérítési rendszerből arra kellett volna, hogy ilyen feltételes múltidőt idézzek fel, arra kellett volna pénzre, hogy a következő évüket elindítsák, ugye? És ha ez nem történik meg, én, ha ilyen gazda vagyok, kihez megyek? Melyik ajtónk? Én nem tudom. Hát a mezőgazdasági minisztérium ajtaján kopogtatsz, vagy ezt próbálják ezek a bizonyos gazdák is most megtenni, én legalábbis ezt értettem a főteres kollégák cikkéből, hogy aztán jogilag, vagy konkrétan procedúra szintjén ez mit jelent, hogy nem tudom, bírósági ügy tud-e lenni belőle, vagy pereskedés, vagy egyáltalán valamilyen formában, nem tudom, feljelentés, na ennek én nem leszek a megmondója. Szerinted, ha pénz úszik el, valahol lesz-e belőle? Persze. Hát igen, de én az ilyeneket mondjuk hollywoodi filmekből inspirálódok, de az ilyeneket érdemben úgy lehet megoldani, amikor mondjuk a közösségnek van ereje. Tehát az, hogy egy gazda oda megy, bekopok, kezét csókolom, szeretnék feljelentést tenni, lehet, hogy nem annyira hatékony, mint sem a sokat emlegetett FF. Kik ők az FF-ék? Milyen farmerek? Forza Fermier. Igen, a farmerek. Szóval, hogyha ilyen közösségi per adódik, vagy közösen idézőjelesen fenyegetőznek, szerintem annak egy picit nagyobb ereje van. Az biztos, meg hát aztán a bot csinált a székely mentalitásom is ezt mondatja velem, hogy ilyen típusú helyzetet azért nem szabad szó nélkül hagyni. Mert független attól tudjátok, hogy pénzről van szó, meg hogy mennyicske pénzről, vagy mennyi pénzről van szó, ez azért valakinek az inkompetenciája, vagy valakinek az inkompetenciája miatt alakult így, ahogy alakult. Ezt nem nagyon szabadna szó nélkül hagyni. Hát ezt jobb helyeken, hogy mondjam, legalább a telefonkönyvvel vernek meg, vagy valami egy ilyenért, ha ekkor áttévedsz. Te azzal a dossziéval, amit rosszul töltötték ki, az is jó vastag. De figyelj, tehát abból is még néhány összegyűlt. Ha egyébként akkor odaraknak, hogy akkor sétáljál el az illetőhöz, és mennyi kérje bocsánatot tőle. Nem biztos, hogy meg fog bocsátani, de ez ma a te privát problémád. Nézd, csak az a baj, hogy ezzel a kérdést még mindig nem oldattuk meg. Tehát, hogy aszály volt-e? Igen. Terméstől esett el az ember? Igen. Van egy olyan jogszabályi környezet, ami ezt szavatolná, hogy legyen érte kárpótolva? Igen. Valaki belepúcantotta a finom lisztbe? Igen. Csokolat. Igen. Igen, csak hogyha ennek az egész, nem tudom, folyamatnak az lesz a vége, és legyünk optimisták, hogy mondjuk azt a kártérítést végső soron mégiscsak megkapják a gazdák, nehogy Isten kicsivel többet is kapnak, teszem én hozzá, akkor már azt mondom, hogy megéri ütni a vasat addig, amíg forró. De hát a jó értelmébe, tehát nem meglovagolni kell a helyzetet, hanem egyszerűen csak, na hát mégiscsak van egy igazságszolgáltatás, meg valahol nem mondjuk azt, hogy 2022-ben, a 21. században ez úgy rendben van, meg ezt is szó nélkül lehetne hagyni, mert nem, mert akkor ez egy vacakvilág, és én nem szeretem a vacakvilágot. Amennyire abszurd az egész környezet, az is elképzelhető lenne, hogy azok fognak jól járni, akik a kártérítésének a kártérítését kapják meg. Mert lehet, hogy abban még nagyobb összeg lesz, csak az a baj, hogy addig nem lesz épp a termés. Mert itt tulajdonképpen megáll egy, ahogy mondtam, megáll egy életforma ezzel az egészet. Bele sem merek gondolni, hogy például egyéb katasztrófák sújtanák az országot, ami cél volt a kicsi földrengésünk. Igen. Nem hiszem, a kicsi olcsóki kicsi bébi földrengésünk. Hogyha például nagyobb kár történik, és az emberek valahol egy kárpotlási rendszerbe bepróbálnának lépni, és ténylegesen megkapni azt, amire szükségük van azért, hogy az életüket tudják valamilyen szinten helyre rakni, akkor vajon mindenütt ilyen táncokat kell majd eljárni, mert ez viszont elég ijesztő kilátás. Szerinted
Na igen, én pont arra gondolok, hogy most idézőjelesen szegény mezőgazdasági minisztérium, szegény inkompetens munkatársait szidjuk ebben a pillanatban, mert hogy épp ők kerültek górcső alá, vagy ők vannak ugye helyzetbe hozva, de tény, hogy na, nem oda illő, vagy munkájukat nem jól végző emberekkel azért minden területen is találkozunk, és tényleg nehogy Isten gondoljatok arra, hogy jön valami természeti katasztrófa-szerű dolog, és tényleg lekopogom, ne jöjjön semmi sem, de hogy azoknak a kárpótlási történése ugye a jövőre vonatkozóan azon fog múlni, hogy nem tudom, XY két kávészünet mellett odafigyele, hogy melyik rublikában mit ír. Számomra ez azért ijesztő, hogy egy, hogy ezen múlik, kettő, hogy tényleg, hogyha valaki valahol téved, akkor az milyen következményekkel járhat. Én erre már csak annyit mondok, hogy 0726 71 99 66, ez az SMS vonalunk száma, természetesen Facebookon is ott vagyunk. Hármas szabály. A maga nemében páratlan.